Nem sokáig napozhatnak a cicák ezen a gazos területen Gerjenben. Az általános iskola melletti telken ugyanis hamarosan közel 400 millió forintból egy új kétcsoportos óvoda és bölcsöde épül majd top forrásból. Nagy szükség van rá, mondja a polgármester, egyre több gyerek jár óvodába. Nem üt majd el az óvoda modern épülete az iskolájétól. A jelenleg igen rossz állapotú épület ugyanis szintén megújul, így a málló vakolata, rossz állapotú nyílászárok hamarosan a múlté lesznek. A másik beruházás az egy közel 50 millió forintos támogatást érint, iskola épületet érinti, általános iskolánkat. Ez egy energetikai korszerűsítés jelent. Nyilván ennek a költséghatékonyság, illetve az önkormányzat részére történő költségi megtakarítást fog jelenteni. Itt a könyvtár épületében alakítanak ki egy egészségházat. Az épületben helyet kap majd a házi orvosi, fogorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat is. A 65 millió forintos fejlesztés a település fejlesztési operatív program, valamint a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány támogatásával valósul meg, a tervek szerint február végére. Az összes alapfokú egészségügyi ellátásunkat egy épületbe tudjuk elhelyezni. Itt a kivitelezés az a múlt héten elkezdődött. Ennek a beruházásnak bízom benne, hogy február végéig be fogjuk tudni fejezni, és át fogjuk tudni adni ezt a nagyon fontos fejlesztést. Ez azért eszközöket is érint, tehát én azt gondolom, hogy minőségbe, életszínvonalba egy óriásit fog a település előrelépni. Több egyéb fejlesztés is várható a településen a jövőben. Tájházat alakítanak ki, a művelődési ház udvarán pedig egy kávézó kaphat helyet. Az orvosi rendelő jelenlegi helyén pedig szolgálati lakásokat alakítanak ki, így szeretnének vonzóbbá válni a jövőben településre érkező pedagógusok számára. A Gerjenben tanítók zöme ugyanis pár éven belül nyugdíjba vonul.